Idén 19 ország 38 művésze és 7 kurátora vesz részt a Dunai Párbeszédek elnevezésű rendezvényen. A látogatók idén 4 művészeti dialóguson alapuló tárlatot, a fő kiállítást és egy performanszt tekinthetnek meg. A programban festmények, szobrok, installációk, videóalkotások vetítése, performansz és egy kerekasztal beszélgetéssel összekötött tárlat szerepel Újvidék mintegy 7 helyszínén. A fesztivál különlegessége az a kiállítás sorozat, amelyet úgy állítanak fel a szervezők, hogy minden hazai művész egy-egy külföldi alkotó munkáival közösen állít ki, és így egyfajta dialogikus kapcsolatba kerülnek egymással az alkotók. 10 év sikeres működés után a Dunai Párbeszédek formát változtatott, és az évente megrendezett eseményből egy 2 évente megrendezett eseményé alakult át. Ez egy nemzetközi fesztivál, amelyre idén a világ 19 országából érkeztek művészek, kezdve a Dunai régiók országaitól egészen Brazíliáig, de Kenyából, Kanadából, Norvégiából, Dániából és az Amerikai Egyesült Államokból is megtalálhatók itt bizonyos alkotók művei. Nagy öröm számunkra, hogy idén is egy nagyon színes és sokoldalú programsorozattal készültünk. Az idei fesztivált Urbán András, az Újvidéki Színház igazgatója nyitotta meg. Fontosnak tartom a kortárs fesztivált, Lokat egyáltalán képzőművészeti fesztivált, Lokat, ami közel áll valahol hozzám, mint színházi alkotóhoz, illetve most azt gondolom, hogy olyan világot élünk, nem utolsó sorban a kultúra helyzetére gondolva, illetve egyetemes értelemben is, amikor nagyon szükséges a dialógus, nagyon szükséges az, hogy különböző művészek, közönség foglalkozzanak azokkal a problémákkal, amik gyötrik őket, vagy amik foglalkoztatják őket. A kiállítások szeptember 8-áig tekinthetők meg. Ma este a Péterváradi Várban a Performance elnevezésű előadást láthatja a közönség.